Öt gyémán díjat nyert el 2023-ban Básáros Namén a Magyar Marketing Szövetség által meghirdetett város marketing pályázaton. Ez is azt bizonyítja, hogy a beregi város az elmúlt év során is kiemelkedően teljesített az idegenforgalomban és a rendezvények szervezésében. Filip Sándor vásárosnamény polgármester a 35 Perc című műsorunkban azt mondta, nem csak a Gergely-Ugornyai strand és az ahhoz közeli szálláshelyek zártak kiváló évet, az aktív turizmusban is rendkívül keresett volt a város egy nagyon szép nyarunk volt, hiszen vásárosna mind a víziturizmus, mind a kerékpáros turizmus, a középkori templomok útja, halászati turizmus, horgászati turizmus és a vadászati turizmusnak is egyik kiemelkedő pontjává nőtte ki magát. Mindig elmondjuk azt, hogy az, ahol az M3-as autópálya véget ér, ugye a még a bereg szíve ott kezdődik, és valóban egy vendégszerető vidékezés. Nem csak vásárosna, mint emelném ki, hanem a Beregi Szatmári embereket is, akik odafigyelnek arra, hogy aki ide eljön, az ne azt mondja, hogy egyszer, kétszer voltam már itt először is utoljára, hanem jöjjön majd jövőre is, és azt követően is látogasson el hozzánk, hiszen az ízvilág, a gasztronómia és a barátság, az odafigyelés az mindenképpen jellemzi ezt a vidéket. Vásárosnaményben a gazdaságfejlesztés és a munkahelyteremtés területén is sikerült jó évet zárni. Nagyban hozzájárul ehhez a városban működő legnagyobb vállalat, a Swiss Chrono beruházása. A svájci faipari cég rétegelt lemezgyártással bővíti gyártókapacitását. A kormány által is 1 milliárd forinttal támogatott fejlesztésnek köszönhetően 80 új munkahely jön létre. Az elmúlt két-három évben a Swisscom olyan eredményeket produkált, ami, ami világcsúcs számukra is, tehát ilyen 600-700 millió forintos iparőzési adóbevétele volt a városnak abból, hogy az árbevétel, amit ők produkáltak, ez ezt eredményezte. Ugyanakkor most azért a háború okán volt egyfajta visszaesés, az építkezések egy kicsikét leálltak, tehát most nagyságrendekkel kevesebb lesz az iparőzési adó mérték, amelyet ők fizetnek be, de azt is látjuk, hogy a gyár mindig előre menekül, a gyár mindig előre lép és mindig fejleszt ennek tükrében új gyártósorok épülnek majd, és gyakorlatilag egy olyan présetlemez gyártósor épül, ami a jövőben 80 ember munkáját biztosítja pluszban, a meglévő 150-160 fő mellett, tehát van egyfajta előrelépés a munkaerőben, és egy új alapanyag, egy új terméket is gyártanak majd. A református egyház fenntartásában új bölcsőde és óvoda is épült a városban, hamarosan pedig egy görög-katolikus intézmény is megnyitja kapuit vásárosnaményban. Filip Sándor úgy látja, a városvezetés és a gyermekek szempontjából is fontos, hogy a nevelési munkában egyre nagyobb feladatot látnak el az egyházak. Nagyon sokan óva minket ettől, hogy miért jó az a városnak, hogyha van egyház intézménye, és úgy hiszem, hogy az egyház intézmények még az önkormányzat intézményeken túl is egyfajta pluszt tudnak adni az odajáró gyermekeknek, és egyfajta terhet is, egy jó értelemben, mert úgymond édes terhet is levesznek rólunk, hiszen nekünk éves szinten dönteni kell arról, hogy a óvodai csoportokban a létszámot mindig emeljük 10-20 százalékkal. Na most nem mindegy az, hogy egy óvodás csoportban 29-30 gyerek van, vagy esetleg esetlegesen 20-22. Az önkormányzat már a 2024-es beruházások előkészítésével is jól áll. A városnak elnyert pályázata van a Gergely Jugonyai részen működő általános iskola energetikai korszerűsítésére, valamint az iskola és a Betlen-Gábor utca felújítására. Vásárosnamény központi területein pedig többek között parkok, sétányok korszerűsítése, a csatorna hálózat fejlesztése, valamint a kerékpárút hálózat rendszerezése valósulhat meg 2024-ben.